Szalai Ádám vagyok, és nézze velem együtt az NSO TV-t. Biztatták a szurkolók a Csehország elleni augusztusi válogatott mérkőzésen a rákbetegsége miatt aktív pályafutását szüneteltető Fülöp Mártont. A 24-szeres válogatott labdarúgónak nagy szüksége volt a támaszra, hiszen az elmúlt 4 hónapban nagy megpróbáltatásokon ment keresztül. Ilyenkor az ember legrosszabbra gondol, volt egy tüdőcétém, ami tulajdonképpen vízválasztó volt, mert ez a fajta daganat, ami a karomban van, ez elsősorban tüdőt támadja be, hogy átétet képezzen. Hál' Istennek az negatív volt, azért az akkor valamilyen szinten egy teher lekerült a vállamról, de utána is az egy kezelést meg kellett csinálni, hogy biztos legyen a dolog. A 30 éves futballista kálváriája február óta tart, és nem csak előtte adottak kihívások, Fülöp Márton az orvosokat is nagy feladat elé állította. Sok csatát megélt, késsebész műtött, aki szinte mindenfajta késérüléssel találkozott, azt mondta, hogy ilyet még nem látott. Úgyhogy precedens teremtettem, de hát ez nem egy jó dolog, de hát most hát ez van, ezzel kellett megküzdeni. Fülöp megjárta a poklot, de úgy tekintett a vele történtekre, mint egy elvégzendő feladatra, amit sikeresen szeretne letudni. Azért kellett sokat a kórházba járnom, szóval rengeteg, például csináltam most a sugárkezelést, 30 darab kezelés volt, minden be kellett mennem a kórházba. Azért nem volt egy jó érzés azokat a tapasztalatokat átélni, amiket ott láttam, de teljesen... Hát ilyenkor az ember másképp lát dolgokat az életben, hogyha úgy valamilyen szinten megtapasztalja a poklot. És hát ez a része volt tulajdonképpen a legnehezebb, hogy látni a többi sorstársamat, akik tulajdonképpen még talán sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint én. És ilyenkor azért valamilyen szinten hálát ad az ember a sorsnak, hogy ez ilyen hamar kiderült, és hogy ennyivel megúsztam. Fülöp abban bízik, hogy a Diósgyőr labdarúgó csapatának leukémiával kezelt fiatal kapusa Rakacki Bence minél előbb felépül. A kapus mielőbb szeretne visszatérni a pályára, ezzel is erőt adva sorstársainak. Ez mindenképpen sok volt, amikor tavaly ezt meghallottam, szóval tényleg ilyenkor az ember nem is tudja elképzelni, hogy ez vele is megtörténhet. Szóval főleg egy fiatal emberrel, Bence 20 év körüli. És azért a leukémia az egy hihetetlen súlyos dolog. És az, hogy így viseli, meg így ilyen erős tud maradni, és ő is a visszatéréssel foglalkozik, ez egy óriási példa még nekem is. Fülöp 10 napja a Ferencvárossal készül, igaz egyelőre nem kapus edzéseket végez. Ferencvárosnál nagyon jól érzem magam, srácok. Hihetetlen jó csapatszellem van, úgyhogy a vezetőedző úgy gondolom, hogy Magyarországon az egyik, ha nem a legjobb, és csak annyit tudok mondani, hogy jól érzem magam. Fülöp Márton jövőbeli tervei között szerepel, hogy ismét a legmagasabb szinten védjen, legyen ez bármelyik bajnokság is.